Nem. Kényszerítés az nem lesz, az már most is van. Tehát itt egy ilyen 22-es csapdán fogunk fent állni. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ezt hogy fog kijönni ebből a rendvédelmi szféra, mennyire fogja megsínleni ezt a szerintem felelőtlen döntést. Köszöntöm nézőinket! A rendvédelmi szakszervezetek többszöri nyomásának elegettéve a belügyminisztérium november 25-én végre összehívta a belügyi érdekegyeztető tanács ülését. Az ezen elhangzottakról kérdezően Vidó Attilát, a Mi Hazánk Mozgalom rendvédelmi szakpolitikusát. Attila, röviden mesélj el nekünk, mi történt ezen az ülésen. Én is üdvözlök mindenkit. Hát nekem az jutott elsőre eszembe, hogy ez egy ős bemutató volt a belügyminisztériumban, pontosabban a belügyminisztérium érdekegyeztető tanács ülésén. Ez egy előadás volt, ahol a színészek voltak a BM-nek a különböző tisztségviselői, valamilyen szinten a statiszták pedig az érdekképviseleteknek a képviselői, a hallgatóság, a közönség pedig a rendvédelmi dolgozók, tehát a rendőrök, tűzoltók és büntetésvégrehajtási dolgozók. Sajnos ez már évek óta így megy, hogy ez egy ilyen színi előadásnak tűnik mindenki számára. Nem tudom, hogy ez kinek jó, kinek nem. Az biztos, hogy a dolgozóknak ez nem jó. De nézzünk is bele, hogy valójában miről is szólt ez az előadás. Esetleg a béremelésekről vagy a hatvani fegyverpénzről valamit lehet tudni? Be lehet jelentve egy béremelés, ami valójában nem béremelés. Egy 11%-os, a meglévő 10%-os, a két évvel ezelőtt kapott meglévő 10%-os bérpótlékot most még kiegészítik 11%-kal. Ez még lehet, hogy szépnek is, meg jónak is tűnhet a hallgatók számára, viszont itt is nézzünk a dolgok mögé. Először is 2021-ben 1 forint béremelést nem kaptak a rendvédelmi dolgozók. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor ez 21-22-es béremelés, ami könnyű is számolni 5,5-5,5%. De valójában, hogy miért is adták most ezt a béremelést? Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindannyian értesülhetünk róla a médiából, hogy megszületett a megállapodás, hogy a jövő évtől 2022-től a minimálbér, illetve a szakmunkás minimálbér is fog emelkedni. Szakmunkás minimálbér, ez a köz így inkább, tehát a köznyelve inkább így forog, az fel fog emelkedni 260 ezer forintra. Na most, egy kezdő rendőr tűzoltó büntetésvégrehajtási dolgozó jelen pillanatban az durván 253 ezer forintot kapott eddig bruttó. Ez azt jelenteni, ha most nem adták volna ezt a nagy lelkű 11%-ot, hogy nem érte volna el 2020-tól még a szakmunkás minimál bérnek a szintjét sem a rendvédelmi dolgozók bére. Tehát így is úgy is kellett volna adni egy úgynevezett bérkiegészítést, ami azért nagyon-nagyon csúnyán mutatott volna azon a bizonyos bérpapíron. Ezen szemben mi úgy gondoljuk, és ami az Ármozgalom ezért ezt már többször ki is nyilatkozta, és most lehet, hogy sok ember azt fogja mondani, hogy nagyot mondunk, de nem. Minimum 100%-os béremelésre lenne ahhoz szükség a rendvédelmi szférába, hogy megtartó ereje és újra behozó ereje legyen ennek a szférának. Hát nagyjából ennyit erről a bér emelésről, és akkor, amit már úgy próbáltunk, vagyis próbálták kérdezni is, hogy a fegyverpénzzel kapcsolatos dolog. Amit így fegyverpénznek hívnak, ugyan én ezt nem nagyon mindig tudom értelmezni, a tűzoltóknál milyen fegyver. A sugárcső a fegyver. Hát valamilyen szinten fegyver, a tűz ellen egy fegyver, de akkor beszéljünk erről a bizonyos hathavi fegyverpénzről, ami már maga az egy érdekes dolog, hogy miért is lett ez előrehozva 2023 helyet? Csak kérdés. Lehet, hogy azért már jövőre választások lesznek. Másik nagyon fontos kérdés ezzel a hathavival kapcsolatban. Hogy kinek fog járni, mit kell ezért esetlegesen vállalni. Illetve először hozzá kapcsolódik egy másik nagyon fontos dolog, ami most a köz
az egész köz, mindenkit érdekel, tehát az egész közvéleményt. Most már 2 éve ezt tartja lázban, ez a bizonyos Covid helyzet. És minden átélek, hogy hogy kapcsolódik ez a hatalmihoz. Ez úgy kapcsolódik hozzá, hogy sajnos, és ez is a ezen a érdekegyeztető tanácsülésen egyik napi rendi pont volt, hogy kötelezőre tették a rendvédelmi dolgozóknak is, most már, tehát nem csak az egészségügyi dolgozóknak, a kötelező oltást. Tehát fel kell vegyék a kötelező oltást. Ellenkező esetben, és ebben is van egy nagyon nagy csavar, ami szerintem még ilyen nem is nagyon volt a történelemben, fel kell vegyék az oltást, akkor dolgozhatnak tovább. Akkor meg fogják kapni ezt a bizonyos 6 havi bért jövőre, persze csak jövőre. Viszont, ha nem veszi fel az oltást, akkor az a faramuci helyzet áll elő, hogy nem szerelhet le. A miniszterelnök úr egy héttel ezelőtt talán jelentette be, hogy nem megengedhető az, hogy egy ilyen vészhelyzetben az ilyen nagyon fontos szférák dolgozói, mint az egészségügyi, illetve a rendvédelem leszereljenek, nálunk leszerelésnek hívják, máshol pedig, hogy felmondanak a munkahelyükön. Tehát, aki nem akarja magát beoltatni, az most egy ilyen 22-es csapdába kerül. Le nem szerelhet, oltatni nem akarja magát, tehát mi marad neki? Az a bizonyos 10 havi, 10 hónapon keresztül lehet fizetés nélküli szabadság. Na de kérdezem, én tisztelettel. Az adott az időt, miből fogja fizetni a rezsijét? A hiteltörlesztését? Miből leteti a gyermekét? És akkor itt jön az, amit ezen az ülésen elhangzott, hogy aki így, annak nem fog járni semmi. Tehát az még ezt a pénzt se fogja megkapni. A rendvédelemben van egy ilyen bizonyos riaszos állomány, ők nekik 4 évente fog járni 5%-os béremelés. 4 évente. Illetve, azt nagyon fontos megemlíteni, hát ők nekik ez a fegyverpénz, ez nem fog járni. Pedig hát ők is ott dolgoznak együtt a büntetés végrehajtási kollégákkal, a rendőr kollégákkal, illetve a tűzoltók rá, pontosan a katasztrófa védelem, hát a tűzoltókra nincs szükség, de az sem, mert ez nem volt tüzet. Tehát ezt mi nem tartjuk szintén egy jó döntésnek, illetve nagyon fontos még arra is kitérni, hogy akinek nincs még meg a 3 év szolgálati ideje, az úgy fogja kapni ezt a pénzt, most próbálok megint innen egy kicsikét puskázni, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ha 3 éven belül saját hibájából megszűnik a szolgálati viszony. Tehát ez egy valamilyen szintű rökközkötés, tehát így rökközkötik azt a kollégát, aki most szerelt föl. Van benne persze logika, mert hogy ő még valószínűleg nem tett le olyan sokat az asztalra, mint egy 10-20 éve szolgál a tűzoltó, ő vagy rendőr, vagy bévés, de azért ez is egy nagyon érdekes dolog. És akkor még szintén ehhez kapcsolódóan azért azt megjegyezném, hogy ennek a döntésnek azért még mindig van valami a hátterében. Ha átgondoljuk azt, amit az előbb már felvázoltam, benne van az, hogy azért mi már nagyon régóta tudjuk, meg a kollégák is tudják, hogy óriási a létszámhiány. Hát hogy lehet ott tartani az embereket a választásokig? Vagy még esetleg utána is? Hát így. Hogy most akkor az az ember, hát úgy lesz vele, hogy hát a választásokig maradok, hát felveszem a 6 havit, és utána majd lesz valahogy. Illetve hát az, hogy egész egyszerűen még most az idejét nem tudjuk, hogy mikor oldják újra fel ezt a leszerelési tilalmat. És ezzel is addig valamilyen szinten marad az állomány, mert ez még mindig kapcsolódik egy dolog, a rendvédelmi dolgozóknak egy felmérés alapján, és ezt nem mi készítettük, ezt a különböző szervek adták ki, körülbelül 30% az, aki nincs beoltva. Na most ebből könnyű kiszámolni, hogy van egy 10%-os, alapból egy 10%-os létszámhiány, ha csak ennek a 30%-nak a fele dönt úgy, hogy leszerelne, már is 25%-os létszámhiány lép fel, ami én úgy gondolom, hogy beláthatatlan állapotokhoz vezetne, kiőrizné a rabokat,
kitartaná fent a közrendet az utcán, főleg azokban a régióban, ahol erre nagyon nagy szükség van, volna, sőt, nagyobb szükség lenne, illetve, hát, halljuk napi szinten, migráns válság van, őrizni kell a határt. Magyarország és az Európai Unió határait a magyar rendőröknek, illetve katonáknak, mert azért a katonáknak sem ilyen egyszerű a helyzet. És hogyha már rögtözködés, olvastam, hogy ugye kapnak lakhatási támogatást a rendvédelmi dolgozók, és úgy tudom, hogy 20 millió forintot, ugye, és akkor cserébe 20 évig még szolgálatot kell teljesíteniük. És neked mi a véleményed arról, hogy egy rendőr vagy egy tűzoltó például, aki 40 évet már leszolgált, neki ugyanúgy még 20-at le kell, hogyha ezzel a hitelevélni szeretne? Hát ez megint egy nagyon szép ötlet. Azért szögezzük le, hogy ezen a ülésen ez úgy hangzott még el, hogy ez kidolgozás alatt van. Tehát ez még nincs beterjesztve, mint valamilyen kormányrendelet vagy törvényileg szabályozott. Ez egy szép dolog lenne, hogy 20 millió forintot kaphatna, igen, és akkor 20 évnek alá kell írni. Ellenkező esetben ez az egész dolog átvált, én úgy gondolom, mert ez így szokott lenni, átvált a rendes banki kamatra. Na most, hát biztos lenne olyan bátor kolléga, aki ezt meg merné lépni, illetve hát szokták mondani, a szükség az nagyon nagy úr. Ha nem lát más lehetőséget, hogy fedélkerüljön az ő feje és a családja feje felé, akkor biztos lenne olyan kolléga, aki bevállalná ezt a dolgot, de én szóval ezt egy nagyon veszélyes, ingoványos talajnak tartom. Még erről igazából konkrétumokat most nem nagyon hallottunk, annyi, hogy kidolgozás alatt van. Ugye a tervezetben úgy volt, hogy ha felmond, akkor egy összegben vissza kell fizetni az egészet. Bizony. Tehát azért hát a jelenlegi rendvédelmi fizetések mellett azért ez egy kicsit nonsense lenne. Már csak azért is, hát azért számolja már ki az ember, hogy a jelenlegi mondjuk egy kezdőnél, 160 ezer forintos nettó jövedelemnél, abban mennyit tud félretenni, ha mondta. Főleg úgy, hogy teszem fel, hogyha a párjának a rendvédelmi dolgozónak mondjuk pedagógus, akik szintén ilyen jól keresnek, hogy még hazavisznek néha 150-160 ezer forintot is. És mondom, ezt mindenki megérti, hogy nagyon nehéz lenne azt a pénzt egy összegben összespórolni és utána befizetni. Tehát, mint ahogy említettem is már, ez még csak egy tervezet, ezt nagyon jól meg kéne gondolni, hogyha lesz ebből valami, hogy miként és mi módul fogják ezt a törvényi formába önteni. És akkor úgymond zászóként én nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy az államtitkár úr is úgymond zászóként közölt a jelenlévőkkel, hogy javasolja minden rendvédelmi dolgozónak az oltás minél hamarabbi felvételét, és ezzel is úgymond példát mutatva a társadalomnak, hogy ők ezt milyen komolyan veszik, és milyen elkötelezettek. Nagyjából ennyi történt. Erről még erre visszatérve, ugye itt felmerült kérdésként, hogy ha rákötelezik az oltást a felvételre, hogy akkor esetleg a munkáltató vagy a kormány vállalja a felelősséget, hiszen itt ugye nem a dolgozó saját döntése volt. Volt egy szakszervezeti, aki erre rákérdezett, konkrét választ nem kapott. Hát véleményem szerint, mint ahogy a civileknél is, a kórházi dolgozóknál sem vállal senki felelősséget. Én tudtommal úgy kezdődik egy ilyen oltási procedúra, hogy alá kell írja el egy nyilatkozatot, amiben az van leírva, hogy se a gyártó, se az orvos, senki semmilyen felelősséget nem vállal, hogy a későbbi ebben esetlegesen ennek milyen egészségügyi hatásai, negatív egészségügyi hatásai lehetnek az oltott személyre nézve. Tehát ilyet nem fog vállalni a BM se, én ebben biztos vagyok. Tehát akkor kényszerítés lesz, viszont felelősségvállalás nem? Kényszerítés az nem lesz, az már most is van, mint hogy a pár perc ezelőtt beszéltünk róla, tehát itt egy ilyen 22-es csapdára fogunk fent állni. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ezt hogy fog kijönni ebből a rendvédelmi szféra, mennyire fogja megsínleni ezt a szerintem felelőtlen döntést. És akkor mondom még, hát zárszóként mondom, az államtitkár úr az mindenkinek javasolta, vegye fel is az oltást is személyes példával járjon elő, mert ez egy normális elvárás feléjük nézve, és akkor, hogy úgy zárjam le ezeket a gondolataimat, ahogy kezdtem.
tehát a függöny lement. Én úgy gondolom, hogy az ott lévő közönség, a rendvédelmi dolgozók, akik ugyan nem voltak ott személyesen, hanem kívülről, ismerhették meg ezt az előadást. Fütyültek, kiabáltak, és mélységesen felháborodtak rajta, hogy ez az előadás ez ilyen volt.